Sziasztok! Üdv a Nosztalgia héten! Ebben a videóban a régi telefonjaimat nézzük meg, és meglátjuk, hogy miket találunk rajtuk. Amit tudni kell rólam, hogy valaha volt összes telefonom még megvan, és mindegyik működőképes, úgyhogy most ezt teszteljük. Nos, az első telefonom egy Alcatel OT715, amint láthatjátok, így ilyen joystick-szerű gombja van itt középen, amit igen bírtam régen, és így néz ki hátulról. Na, és hát még nem kapcsoltam be, úgyhogy ezt nézzük meg együtt, hogy néz ki. Imádom. Ezt mindet én állítottam be. A cuki kutyát is háttérnek. Nézzük is meg, hogy mik is vannak. Hú, hát ez a menü még animálma is van. Ez még a új telefonokon sincs így. Üzenetek, határidőnapló, saját beállítások, eszközök, na, játékok. Nézzük is meg. Hú. Na most jön egy kicsit, ami még nem volt. Nézzük az első játékot. Killer Expo. Na, ilyen kutyával vagyunk itt. És akkor, jaj, gombokkal vagyunk. És a középső gombbal lövünk. Igen, ennek az a háttér története, hogy egy csillagkutya repül az űrben, és a orrából lő ki ilyen kis golyókat. És le kell győzni a gonosz életre kell tankokat és bombákat, amik elpusztították a maradék kutya civilizációt, és már csak egy utolsó túlélő maradt, ez a csillagkutya, akivel most vagyunk. És meg kell nyernünk a 1000 éves háborút a csillagrombolók ellen. Belement a falba! Na, itt van egy hal, amitől dupla golyót tudunk lőni. Ez az. Na, a következő a Run, Run, Run. Na, első játszma. Ilyen kis manóval vagyunk. Megint csak a gombokkal kell menni. Hú, és micsoda egyszemű szörnyek vannak erre. Mutatkozzunk be neki. Hello? Ó. És aztán még van ez a botvar. Na, menjünk is a harcra. Itt van egyik ilyen kis robotom. Bot 1, bot 2, bot 3. Másik csapat pedig. Na, azokat pedig régen csináltam még. Na, ez a CBA. Jó, ott oldalt látható, hogy hogy is néz ki. Aztán itt van még Men. Nagyon. Ő azt hiszem csak 3 betűs neveket lehetett nekik adni, úgyhogy hűha. És a porszívó ember. Len. Szuper. Válaszol ellenfelet és küzdőtere. Epikusabban hangzik, mint ami valójában. Na, választunk küzdőteret. Hú, micsoda animáció! Na, és itt? Fogalmam sincs, hogy kell menni. Igen, fantasztikus játék. Azt hiszem, a ellenfelem megakadt. Én is megakadtam. Ez volt a legjobb játék. Ó, kár, hogy vége.
Na, és nézzük meg, mi van még ezen a telefonon. Jess! Na, Bess! Legjobbak. Say yeah! Say yeah! Igen, ezt egyébként én írtam a hang szerkesztőbe. Nagyon, nagyon gyönyörű lett. Ez a reggi, ez nagyon izé, nagyon adja. Na még azt megmutatom, hogy hogyan lehet kikapcsolni. Na akkor térjünk is rá a következő telefonra. Íme. Ez a Samsung SGH E740, ezt ilyen 12-13 éves koromban kaptam karácsonyra, és hát ugye bár hát ez már színes és különleges telefonok közé tartozott. Nézd meg! Wow! Ez egyébként nem kosz, ez csak ki van kopva. Van ilyen tök jó forgatható középső gombja is, úgyhogy nagyon szuper volt. Ott már kamerája is, egy kis tükör is benne. És nézzük is meg! Wow! De jó, hogy újra látlak. Ezt én írtam még régen. Ki ne szeretne ilyen köszöntő beszéddel találkozni? Hűha. Igen, ez egy fénykép korábbról, amit készítettem. Nézzük a menüt. Hű, ezek a hangok. És nézzétek, forgatom, és mennek. Isteni. Nézzük meg a képeket. Saját fotók. Ó, te jó ég. Ó, te jó ég. Mi ez? Aztán apukámnak valami képe. Ó, te jó ég. Nézzétek! Milyen szörnyű hajam volt. Igen, itt még ilyen glitches is a kép, amikor fotóztam. Ez összes kép. Nézzük a zenéket. Összes. Ez mi? Nézd ezeket a vizsgálókat. Na, és nézzük meg akkor a lényeget, a játékokat. Alkalmazások. Java alkalm... Na, itt kezdődik a minőség. Ez egy gyorsaság. Nulla. Egyen a pandás. Azért viszonylag elég gyors. Ez az! Jaj, ennyit meg kell nyerni. Fenébe.
mindig ilyen sarkosakat kell ütni, és akkor könnyebben az. Ó. Ah. Ja, nyertem, oké. Forgotten Warrior. Ó, azt imádtam. Ó, milyen kis aranyos történet. Hercegnő, és a herceg elaludt, és ó, jöttek a ufók, meg a katonák, és ó, ne. Jaj, elaludtál, haver, bra. Ó, és már itt is vagyunk. Hányki ezekkel is lehet. Ó, elfelejtettem a fegyverem. Whatever. Amíg találok egy új fegyvert, majd megbízok a öklömbe. Bro, azért tartsd észben, hogy csak limitálva tudod megsebezni ellenségeidet a kezeddel. Gerilla attackot használj! Sok sikert! Na, egy kicsit gyakorlok. Addig, amíg nincsen ellenség. Milyen cuki, nézd a kis szemgolyóit. Szerintem még menni kell. Oh, no. Ez a ököl harc. Nem fogok én itt harcolni. Jaj. Gyorsan. Hát, vissza. Gyorsan. Megpróbálok addig visszamenni üzletbe. 78. Fenébe. Na, menjünk tovább. Ó, ufók! Hagyjátok vissza! Titkos fegyver valahol? Még mindig nem tudok. Elaludt. Milyen szerencse. Mert jó, csak úgy el tudok sétálni mellettük. Nem is kötti. Ó, kódni. Oh, yes! Végre megkaptam a bumerangot. Ó, a felébe. Ó, mindjárt meghalok. Ó, hál' Isten, hogy leugrott. Aztán erre kell menni. Minek is lehet kéket venni, hogyha amúgy is megkapod. És nem is tudsz annyi pénzt szerezni, hogy azt elkaphasd. Oh. Ez könnyű, ez csak közelharcban tud. Na, menjünk. Oh, no. És van 131, de minek, amikor már van ilyenem. Bye. Oh, yes, jó van. Au! Platforming! Parkour! Ó, oh, te jó ég! Ez az! Végigmentünk a pályán! Hú, ez úgy emlékszek, valami focis lesz. Te jó ég, mindjárt! Sure! Back him. Ó, oh, na most már megy a nyíl, ez az. Ezt a közönséget nehéz kiszolgálni. Na és Archangel. Ebből nem sokra emlékszek. Ó, 2028, konfliktus a Föld és más bolygók között. Ahhoz vezetett, hogy a utolsó csata közben az emberiség kipusztulása fenyeget minket. Annak érdekében, hogy véget vethessünk a konfliktusnak, a konfederáció új revolúciós Föld, tenger, légi űrhajót készített el egy top secret operáció során. Tény, hogy ez a űrhajó úgy néz ki, mint egy tűzokádó angyal, a neve Arkangyal.
10 fős, azért egyes robotokat kell megsemmisítenünk. Igen, ez az, menni fog. Annyi kiképzés, és háttértörténet. Ó, nézd meg, micsoda játék ahhoz képes. Ma se tudnak ilyet csinálni. Ó, áú! Várjál, följebb nem tudok menni. Erünk! Hogyan tűnt el? Ez az... Ugyan már ez több, mint 10 volt. Én megpróbálok most már, Mi történik, hogyha meghalok? Na, meg kimegyek ennek. Így, még megyek egy kicsit egyenesen. Ó, ennek is neki megyek. A HP már megy le. Ez az, lőj le! Gyerünk, már fölkínálják magukat. Lássák, hogy már vesztésre állok, úgyhogy már meg akarják könnyíteni, de én nem. Ó, meghaltam. Ez is sikerült. De nézzük. Ó, Sonic. Ebből igazából csak egy pálya van. Meg egy negyed. Úgyhogy ezt még gyorsan lejátszom. Igen, ez a általános Sonic. Az, hogy mindig, amikor nekiindulhatná, hogy majd így kapsz egy kis gyorsaságot, akkor... Nem, akkor jön valami ellenség. Secret. Imádom ezt a csillogósat. Ez az, halak. De elég gyorsan végre lehet vinni ezt a pályát. Hogyha nagyon akarja az ember. Így átfutunk rajta. Így átgurulunk. Igazából már csak megyünk. És már véges a pályának.